igazából az az év utolsó egy hónapja és pár napja egy kísérlet lesz. Ugyanis nagyon sokan kérdeztetek tőlem, hogy milyen videókkal készülök nektek a közeljövőben. Biztos, hogy rengeteg ötletem van a hosszú szünet után, valami változásra is talán lehet várni, nem tudjuk. Habár én ezt a visszatérő videómban nem mondtam, hogy a videók változni fognak és a videók tematikái, direkt kihangsúlyoztam, hogy ez nem egy, már nem vagyok ugyanaz kettő. De tény az, hogy változásra szükség van, és szükség is lesz mindig, és az elmúlt 8 évben lássuk be, azért nem sok mindent változtattam. De az, hogy változtassak, az ahhoz idő kell. Az helyzet, hogy nem fog egyről a kettőre menni, szerintem ezt mindenki megérti, ezért is az utolsó időszakának az évnek a kísérletezés időszaka lesz. És a mai videó is egy ilyen kísérlet lesz, aminek nem lenne más a koncepció, mint hogy én beülök az autóba, és két barátomat, egy fiút és egy lányt elviszek a városban, mint a taxisa, mint a sofőrje, hogy elintézze az ügyes bajos dolgait, közben pedig beszélgetünk. És szeretnék második rész belőle, és valószínűleg lesz is, már csak azért is, mert nekem nagyon tetszik ez a koncepció. Ez az autóban beszélgetés, ez mégse podcast, de mégis egy ilyen személyes kapocs lehet a néző és a videós között, olyan dolgokról beszélgetünk majd az autóban, amikhez egyébként szerintem ti is hozzá tudtok szólni, és kérlek is, hogy a komment részlevet szóljatok hozzá. Úgyhogy induljon ez a videó, Sipi lesz az első utasom, kezdjük! Kérlek, vigyél el majd az egyik piacra, ami közel van hozzánk, ugyanis ma este steaket sütök a családomnak, mert nemrég tanultam egy steak sütő, vagy tanfolyamon, igen, megtanultam, hogy hogyan kell elkészíteni tökéletesen egy ilyen gyönyörű darab húst. Úgyhogy szeretném, hogy elvigyél oda bevásárolni. Várjunk. Tehát ott állunk az én fejemben, yes. Hogy te egyszer csináltál nekem egy ex-benediktet, arra még emlékszel? Jó, az valóban nagyon rossz lett, ott hallottam egy praktikát egy barátomtól, és tök szar lett. Hogy pici fóliába rakjam a tojást, és hogy akkor nem folyik ez el majd, volt a baj, és hogy rakjak hozzá ecetet. Nagyon ecetes, úristen. Nagyon? Nem rossz egyébként, de ecetes. És az ecettől olyan penetráns íze lett. De mi van a steakkel? Figyelj, kinek steak, az ötlete volt? A steak sütő tanfolyamra a kedves párom vitt el, aki szerelmem, aki egy tündérbogár virágszer, és állandóan próbál ilyenekkel a kedvembe járni. Úgyhogy elvitt, ott volt egy professzionális séf srác, aki ugye ilyen pároknak elmagyarázta, hogy ezt hogyan is kell csinálni. Akkor ketten voltatok. Igen, ketten voltatok, és rohadt jól sikerült. Tényleg? Nagyon jól sikerült, úgyhogy remélem, hogy már sikerül reprodukálni. De kiknek csinálod? Tehát a családnak. Őszüleinek, én, anyám, apám, illetve átjön még a nővére, a barátnőm nővére, a barátjával. Úgyhogy egy kis családi sztori lesz. Imádom, amikor összegyűlnek az arcok. Nem félsz, nem rettegsz, hogy ilyenkor a szerelmet szüleinek kell csinálni a kaját. Tehát figyelj, be kell bizonyítsd, hogy egy lovag vagy, hogy te megtanultad. Hatalmas arcok, hogyha rosszul sikerülne, akkor szerencsére közben nagyon sok pizzázó van, ahol jót lehet rendelni. Nem igazából az egyetlen, ami miatt izgulok, hogy nagyon drága az alapanyag, és azért nem akarom elrontani. Persze, hát jó, nem áll. Az autókázás közben nekem felcsillant az égő a fejem fölött, mert hogy több barátommal eljátszottam már. Megpróbálom a magyarországi barátaimat rávenni mindig arra, és most itt látni fogjátok, hogy sikerült, hogy próbáljanak meg erdélyi akcentussal beszélni. Tudod, mit szeretnék? Mit szeretnél? Közben megálltunk a boltban. Erdélyi akcentust hallani tőled, ezt már több barátomnak kipróbáltam, te meg léptél már fel Erdélyben, és kíváncsi vagyok, hogy megy, hogy abszorvál ezt a feladatot. Mondom, hogy kéne hangzon, jó. És akkor próbáljuk meg. Na. Tehát akkor Timivel beszéltem. Megyünk, veszünk Sipivel egy csepszukkot. Jó, mert kéne még majd a piacról egy kis murok, mert... Júj! Hát tudsz erdélyi szavak? Nem erdélyi, mert az igazából román, de hogy Erdélyben úgy mondják, hogy murok. Jó, tettyem, ne tudnék már. Ez jó, jól megy neked. Hát ott, papik. Tehát akkor ezen túl beszéljünk így. Jó, beszéljünk így. Nem jó. Az a baj, már én se tudok olyan jó, mert ez már egy picit ilyen vidékies, parasztos. Ez nem jó. Nem, mert elkanyarodunk most a bót felé. Bót, ez egy bót jó felé. Szendvicset, mert rám gyűjt egység. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor hazamegyek Erdélybe, évi többször ugye, egy-két nap elég, hogy én visszaszokjam. Arra van a bolt. Egy-két nap, az megvan. Ja, itt is van egy CBA, ez még jobb. Tesom, itt keringőzök. Mit fogsz enni a boltba? Mindenféleképpen veszek valami jó sonkás szendvicset, mert rengeteg... Csepp kiflit? Az a baj, nem jó. Tehát ez olyan para... Miért nekem sem megy már? Totál ki vagyok. Senki nem akarunk megbántani, ez tök nem, jó. Nem. Az a baj, hogy én szégyellem magam. Mondjuk, ha hazamegyek erre, mondom, tehát ott működik a dolog. Majd miután mindent kibeszéltünk, voltunk a boltban, és megpróbáltuk utánozni, és előhívni a mély tudatomból az erdélyi akcentust, elindultunk Farkas Timeáért, aki az elmúlt időszakban nem volt a YouTube csatornáján egyáltalán elérhető. Minden jót hátul? Papikám, ez egy limuzin. Amúgy mekkora fejpárnák vannak hátul, a fene a jó dolgot.
Na mindjárt ott van. Ha híres, világhíres DJ lennék, világhírű DJ, akkor fixen azt szeretném, hogy ilyen autóval jöjjön, kértem a reptérre mindig. Várj, hív. Halló? I'm here. Jó, egy másodperc is ott vagyok. Farkas Timi, ladies and gentlemen. Jó, szia Timi! Mit keresel? Mondtad, hogy lesz meglepő vendég is. Na srácok, mikor eltettek utoljára makaront? Azt mondtad, hogy elviszel oda, ahova mennem kell. Ahova akarod, én oda viszlek. Oda kell mennem. Ha már egyébként az autóról is szó volt, hogy milyen szép autóval jöttem értük, Timi is vásárolt autót, nem mostanában, de azért friss vásárlásnak mondható, illetve Sipi is. Ugyanolyan autót vásároltak, ez egy Audi A4-es típusú gépjármű, a Timiével viszont akadtak némi problémák. Hát akkor nem tudom. Te vettél egy Audit, nem? Vettem, hallod, és vezérlés hibája van, meg minden lószar, megvettem. Először a vezérlést kellett kicserélni. Az volt egy 500 000. Ugyanolyan autótok van, úgy hallgass, hogy te most vettél, Timi egy éve kb, és most mondja, hogy mik a problémák. Audi A4? De én nagyon jó, és én nagyon jót vettem. Hát én is azt hittem. Elvittem szervizbe, és megállapították 70 000-ért, hogy ez, kislányom, patika, nagyon jó választás volt. 2 hét múlva jövök haza, ég a check engine, áll az autó, konkrétan úgy remeg, mintha szólna a tusztuszere maxon, mondom, valami nem oké, elviszem a szerelőhöz, kicserélik a vezérlést 500 000-ért, sírva elhozom. Ha megmutatom, hogy milyen hangja volt, amikor kijöttem a szerelőtől. Ilyen az autó alapjáraton, amikor csak megy. Ez egy rotációs kapa. Ez igen, anya. Tudod, és így képzeld, de a szép nagy A4-es Audit, rajta van oldalt, hogy Farkas, Timi, meg minden. És akkor állok a pirosnál, és akkor ha átnézel, és vak vagy, azt hiszed, hogy a traktor az. Ezt a videót a Car Vertical támogatta, nagyon szépen meg szeretném köszönni nekik. Car Vertical szerintem nagyon sokan ismeritek, az az oldal, amit akkor érdemes használni, amikor használt autót vásárolsz, mert hogy alvásszem alapján ezen az oldalon az autó előéletét meg tudod tekinteni. Az autó előéletét meg érdemes tudni, mert akkor el tudod kerülni, hogy átverjenek, meg tudod nézni, hogy volt-e törött az autó, fotókkal alátámasztva, vissza volt-e tekerve benne a kilométer óra, illetve hogy volt-e például taxi. És az együttműködésünk Margójára a leírásban található linket, hogyha használjátok a Car Vertical-t, akkor mínusz 10% kedvezményt kaptok. Vissza a videóhoz. Azt mondta nekem Timi, hogy miért nincsenek videók a YouTube-on, mert mindenki ezt kérdezgeti. Minden magánéleti kérdésre az ügyvédem. Úristen. Egyet szeretnék válaszolni. Hát nincs. De lesz? Vagy nem. Itt lehet most? Rájöttem, hogy nem vagyok érdekes. A szerződésben nem volt benne, hogy a Sipit is el kell viselni. Ja, bocsánat, hát igen, ez a velejárója. De azt írtad ki, csak azért, hogy valamit a nézők is halljanak, itt forgatnak valami Harry Potter film. Halló, Ryan Reynolds itt van? Amúgy és tényleg? Nem kell ennyire túlgondolni egy kocsis videót velem, Bence. Ja jó, csak engem kérdezgetnek a nézők, hogy... Egyébként kérdezgetnek a nézők, hogy... Mert kiírod néha, hogy az Dominik? Valamelyikőtök írja, hogy áj, nagyon csinálnál, de nem. Hát az a Dominik. De te is írtad ki. Hát én azt írtam ki, hogy hiányozgat így néha, de hogy nem gondolnám, hogy... Nem? Nem. Nem forgatunk több cringe videót? Talán még egyet. Mint például ezt. Amúgy ez nem cringe, hát megmondta. Direkt Timit mondta, mondtam Timinek, hogy jövök érted, és csak furikázlak, semmi vezethetem. Cringe. Hát figyelj, hogyha van a hátsó zsebedben 45 millió, ha összetörnéd. Van. Hol voltál most? Pillásnál. Wow! Hány dés? 3, 4, 5? Nem tudom. Nem számolom. Mindig mondom, hogy rábízom. Mindig szép? Az, sokat. Ilyen vagy, meg is lejjezd tőle. Most pedig következzen 2 olyan sztori, amik az én személyes kedvenceim Budapestről. Ilyenek voltak. Hallgassátok meg, megtörtént események alapján. Imádtam. Az egyik kedvenc sztorim, ezt Sipi neked és a nézőknek is mondom, hogy Timivel hogy megváltottuk egyszer a világot. Bulizni voltunk ketten, és odajött valaki a szórakozó helyre hozzánk, hogy... De pont a Sipinek a bulián voltunk. Tényleg, a puszikedden voltunk. És kérdezte a csáv, hogy Rebeka, hogy ti ketten vagytok, én meg jól éreztem magam, meg Timi is, és... Én hozzám voltam. Egymásra vagyunk már hangolódva, tehát érti az egyik, hogyha a másik poénkodik, és egyből tovább viszi. Igen. És mondom a csávónak, hogy tesó, az csak az interneten van. Tehát amúgy Timivel vagyok igen, együtt. És akkor én megmondtam, hogy már nem is tudtad, hogy mi már vagy másfél éve. Micsoda? És szegény csávó. Nagyon ügyes színész, és a csávó meg
ez teljesen megnyílta. Ez csak kamu, mondom, ez csak az interneten van. És szegény kitért a hitéből. És nem mondtuk el neki, szerintem a mai napig így nem, van. Nem, persze, igen. Ha nézed ezt a videót, igazat mondtunk. Tényleg azóta együtt vannak, bármikor találkozunk privátban, persze. Olyan már csaták vannak. Persze, persze. Van egy jó ötletem. Na, menjünk le Balatonra. Megint kezdődik? Bulizni voltunk, hát Csipinek volt megint csak buli a tavaly nyáron volt, hogy tavaly előtt? Tavaly nyáron. Buli volt, és kitaláltam hajnalba, hogy három közül valaki kitalált, hogy menjünk már a Balatonra. Ti józanok voltatok, és én felajánlottam, mert a Csipinek ott volt a kocsija, hogy majd én hazavezetem, mert én nem ittam. De akkor álljunk már meg a Mekibe. Jó, akkor megálltunk a Mekibe. Már reggel 6 volt, a szemem már leragadt, és ettétek a sajtburgert. Én meg így ültem az ülésnél, hogy induljunk már, és akkor te ültél, azt hiszem, hátul, és akkor így előre hajoltál, de nem szólaltam meg már, vagy 10 percet, mert ettől a sajtburgert. Menjünk majd a Horvátországba, vagy valami előtt a Horvátországba. Valamiért ezt a Horvátországot erőltettem, igen. Tényleg. És akkor erre mondta a Sipi, hogy... Nem állok oda. Nem, legyen Balaton! Milyen hideg volt a víz. Úristen. De te be se jöttél. Bejöttél térdig, hogy jaj, jó, ennyi elég volt. Mi emlékszel, meg hogy napoztam? Kifeküdtem a slégre, és emlékszel, hogy napoztam? Igen. Volt ez izé hajnalban. Vagy éjfélkor. Úristen. Tök kíváncsi vagyok erre, Timi. Kik a legjobb barátnői? Hát, bassza meg. Nem tudom. Hát, ha őszintén kell nyilatkoznom, az a baj, hogy tök sokan nézik a Bence videóit így a barátaim közül, úgyhogy meggondolatlan lesz mondani, de szerintem nem nagyon vannak igaz barátaim. Ezt most ugye nem fogod kijelenteni úgy, hogy igazából. Meg amúgy én ezt mindig számon kérem tőle, hogy mindig... Amikor kirak egy olyan sztorit, hogy éppen valami baja van, vagy éppen utál mindenkit, hogy nincsen senki, akit felhívni, akkor mindig ráírok, hogy hello, én is létezem. Figyelj, én nagyon szívesen napi 50 ezerért beszélgetek vele. Annyiért talán. Annyiért is. Bármikor barátkozom vele. De nézd meg, a Bencét felhívom, hogy rossz kedvem van, elmesélem neki, és két nap múlva felhív, hogy na akkor gyere forgatni! Hát de miért? Hát most nem függ össze a kettő. Látod, én pénzt kérnék, ő meg ő látod, igen. Megtekintést akar. Igen. Ez nagyon, Timi, ez nagyon rossz, nagyon sajnálom. Jössz forgatni? Az a megoldás, hogy vegyünk fel egy TikTok videót. Igen, nyilván. Ez nagy egyébként, ez most szakadok, vicces. Nem olyan könnyű ez azért, azért te is tudod. Hát pláne influencerként barátkozni. Az influencereknek a legtöbb barátja az így gyerekkorából van, nekem is tudod, így van. Így, neked a Patrik Erdélyből. Igen. Vagy olyanok, akik ott voltak, miközben lettél. Igen. Mint a Dominik, Szabi, tudod, hogy ők akkor is melletted voltak, amikor kisebb falat voltál. Igen. És nem akkor kerültek aztán az életedbe, amikor már nagyon ismert lettél. És tudod, olyan, azért nekem ilyen nincsen, aki végig kísérte az egész karrieremet, és ott volt mellettem a szarba. Oké, köszi, hogy szóltál! Lehallgatják a telódat? Csak úgy kérdezem, mert... Lehet. De amúgy igaza van, tehát ez... Én pont most voltam Szarvason tegnap előtt eladást tartani, és nem kellett volna ezt mondanom, mert amúgy vállalkozás és influencerkedésre tartottam eladást végzősöknek, de hogy azzal kezdtem, hogy ha valami tanácsot adhatok 23 évesen, úgyhogy ti most végeztek, az az, hogy azokat, akik körülöttetek vannak és a legjobb barátjátok, az becsüljetek meg folyton beszélgessetek, mert úgy el tudtok határolni egymástól, hogy basszus, ez nem igaz. Hát figyelj, és ez nagyon fontos. Nekem érdekes, hogy a Márko a legjobb barátom, és ő totálisan elviseli a munkámat, egyáltalán nem érzek. De őt mióta ismered? Hát nagyon régóta ismered. 11 éve. Hát de látod, 11 éves barátság az nem kevés. Hogy az a barátod, aki előtte is melletted volt, az utána is, és közben is, és végig melletted lesz, és nem fog kihasználni. Meg ha te esetleg... Nincs. Nekem olyan, aki előtte lett volna, olyan nincs. Mert nekem nagyon sokszor volt költözés, suliváltás, meg ilyen rosszabb párkapcsolatok. És én így mindig így csapódtam, meg tényleg rengetegszer váltottam sulit, meg máshol laktam. Meg azért én 17 voltam, amikor úgymond befutottam, amikor már ilyen 100-valahány ezeren követtek YouTube-on. Hát én még tizedikes voltam, és engem kinéztek a suliból. Akkor is, amikor kezdtem, meg akkor is, amikor már ment. Mert az elején mindenki cikizett, utána a másik végén meg mindenki
benne akart lenni, tudod, hát 17 évesek voltak az osztálytársaim is, nem igazán tudták ezt így hova rakni. És hát ennyi lett volna az a videó, én remélem, hogy tetszett nektek, írjátok meg, hogy mik a vélemények, illetve nagyon-nagyon szeretném, hogyha a témákhoz kapcsolódóan kommentelnétek, akár ha barátságról van szó, autóvásárlásról, nektek mi volt a gond az autóval, vagy bármilyen téma, hogyha megtetszett, csak szóljatok hozzá, el fogom őket olvasni, találkozunk a következő videóban hamarosan, sziasztok!